Köszöntünk mindenkit a mai sajtótájékoztatón. Korózs Lajos, az MSZP elnökségi tagja, és Török Zsolt, jó magam, az MSZP szóvivője. A mai sajtótájékoztatónk témája: Einstein ellopja, ez a tolvajbanda, az emberek befizetéseit, ellopja a magánnyugdíj megtakarításainkat, ellopja azt a pénzt, amit a dolgozó emberek havonta törvényi biztosítékkal félretesznek arra, hogy időskoruk biztonsága megteremtődjék. Ellopja a személyi jövedelemadóval a dolgozó embereknek a bérének egy jelentős részét úgy, hogy az alacsonyabb jövedelmű emberektől többet vesz el, és ezt a pénzt odaadja a gazdagabbaknak, ezt a pénzt odaadja azoknak, akik jómódúak. És egy TB járulék sunyi alamuszi emelésével tegnap éjszaka úgy döntöttek a fideszesek, hogy 5%-kal emelik a TB járulékot, a munkavállalók nyugdíjjárulékát is, annak érdekében, hogy a gazdagoknak, 640 ezer forint bruttó kereset fölött keresőknek a munkaadói nyugdíjjárulékát eltöröljék, kedvezményt biztosítsanak. Tehát mondjuk egy miniszter, államtitkár jobban keres a következő évben a személyi jövedelemadó változás miatt, mondjuk Orbán vagy Semjén urak 4-5 millió forinttal többet vihetnek haza a borítékba. Egy dolgozó, mondjuk Szántó Kovács János, aki 100 ezer forintot keres, az pedig a következő évben nagyon rosszul jár az új adótáblával. Szántó Kovács János egy egyszerű dolgozó ember, aki mondjuk esztergályosként keresi a kenyerét mondjuk egy közepes méretű vidéki városban. Szántó Kovács János havi bruttó 100 ezer forintot keres, de jövőre az új SZIA tábla miatt 2000 forinttal rövidítik meg őt havonta. 2000 forinttal kevesebb marad a borítékba ő neki jövőre. Továbbá tegnap éjszaka Sunyin megszavazott törvénymódosítás eredményeképpen még 500 forinttal többet levonnak tőle nyugdíjjárulék címén, amit a munkavállaló fizet nyugdíjjárulékot. A korábbi 8000 forint, illetve 1500 forint magánnyugdíjpénztár, illetve TB pénztári befizetés helyett, tehát 9500 forint helyett most már 10.000 forintot vonnak le Szántó Kovács Jánostól. És a magánnyugdíj megtakarításait 14 hónapon keresztül nem az ő magán számlájára fogják átutalni, hanem egy nagy közös kalapba, hogy abból a miniszterek, államtitkárok jövedelmét lehessen növelni. Ez pedig összességében Szántó Kovács János esetében mínusz 96 ezer forintos elvonást jelent. Szántó Kovács János zsebéből tehát évente kivesznek 24 ezer, plusz 6 ezer, plusz 96 ezer, összesen 126 ezer forintot vesznek ki egy 100 ezer forint bruttó keresetű ember zsebéből a következő évben Orbán Viktorék és a Fidesz. Ezzel szemben a Fidesznek van pénze 800 millió forintra, 800 millió forint értékig van pénz arra, hogy autót vegyenek a postánál, ebből 92 darab autó, vezetői autó, nem szolgáltatást végző autó, hanem 800 millió forintért a posta vezetőinek autókat vásárolnak. Eközben van pénz a Fidesz kormány alatt az új államtitkárok és miniszterek autóira, mobiltelefonjaira mindösszesen 1,5 milliárd forint értékben. Eközben van pénz 10 milliárd forint értékben stadionépítésre Debrecenben. Eközben van pénz a miniszterek, államtitkárok, bankárok fizetése utáni adók csökkentésére, és van a 640 ezer forint per hó felett keresők utáni járulék elengedésére több mint 100 milliárd forint. És eközben sunyi módon elvesznek még 5%-ot a dolgozó emberektől, hogy az ő nyugdíjjárulékokat felemelték. Hát ez tisztességtelen. Ezt még a pásztorfiúk se csinálták volna meg Nemecsek Ernővel, amit most a Fidesz kormány megtett. A pásztorfiúk tisztességesebbek voltak, mikor einstandoltak, mint amit tegnap sunyi módon a Fidesz kormány elkövetett a magyar dolgozó emberekkel szemben. És a gázáremelés is ugyanígy nehezen érinti az embereket, de nem csak a dolgozókat, hanem a nyugdíjasokat is, és hogy a nyugdíjasokat milyen intézkedések érintik negatívan, erről Korózs Lajos elnökségi tagbarátom beszél. Tisztelettel köszöntöm én is önöket. Bizonyára mindenki előtt ismeretes, hogy megjelent a magyar közlöny, és a magyar közlönyben ugye a novemberi visszamenőleges korrekciós nyugdíj mértékét 0,6%-ban állapította meg a kormány. Hát ez körülbelül azt jelenti, hogy a tisztességgel járó kiegészítő nyugdíj felét elveszi a kormány a nyugdíjasoktól, így körülbelül olyan 15 ezer millió forintot
vesznek ki a nyugdíjasok zsebéből. 1,1%-os visszamenőleges nyugdíjemelésre kellett volna, hogy sor kerüljön. Bizonyára önök előtt az ismeretes, hogy a mindenkori kormány a jövő évi infláció mértékében határozza meg a januári nyugdíjemelést. Ebben az évben 4,1%-os nyugdíjemelés volt, és a törvény úgy szól, hogy az első 8 hónap inflációs adatait követően korrigálni kell, hogyha eltérnek az inflációs adatok a tervezett mértéktől. Ez a tervezett mérték az év hátralévő 4 hónapjára, mintegy 5,2%-os inflációval számolva, azt jelenti, hogy 1,1% járt volna a nyugdíjasoknak. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy az 1-8 hónapos inflációs adatot a lakossági fogyasztói árindexből kell, tehát az árdrágulásból kell kiszámolni, viszont a nyugdíj kiegészítést azt a nyugdíjas fogyasztói kosár alapján mért inflációból. A nyugdíjas infláció magasabb, mint a lakossági infláció, mint egy 0,3%-kal. Ebből adódóan én azt gondolom, hogy meglehetősen nagy fifikára utal az, hogy az 1,1%-kal szemben mindösszesen 0,6%-os visszamenőleges kiegészítésre kerül sor. Nem beszélve arról, hogy ez nem egy egyszerű juttatás, hanem ez az emelkedés, ez be kell, hogy épüljön a nyugdíjba. Magyarul, januárban, hogyha nyugdíjasok kapnak nyugdíjemelést, ez az alacsonyabb nyugdíjra fog rájönni, és nem a már megemelt tisztességgel járó nyugdíjra. Tehát ha 4 évig kormányoz Orbán Viktor, akkor 4 éven keresztül fogják cipelni a nyugdíjasok ennek a terhét. Köszönöm szépen!